Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Milyen jó, hogy újra találkozhatunk, és Isten igéjét elővehetjük, a Bibliánkat elővesszük, és nem csak érdekes régi történetet olvasunk, hanem az elolvasott történetet, az igét átgondoljuk, és megpróbálunk tanulságokat felismerni, elfogadni, és adja az Úr, hogy meg is értsük, amit hallunk, és zárjuk is a szívünkbe. A történetet a következőképpen adom elétek. Egy ember vásárolt mindenféle ajándékot Jeruzsálemben, a piacon, a gyerekeinek. Nagy örömmel nézegette ott az árukat, hogy melyik áróval, ajándékkal, milyen örömet fog okozni a fiának vagy a lányának, akik nagyon várják, hogy mikor fog hazaérkezni. Aztán, mikor nagy szatyrok megteltek, a nagy szatyrai megteltek, akkor elindult gyalog Jeruzsálemből Jerikóba. Az nem is olyan közel volt Jerikó. Ott lakott az ő kis családja, és a nagy vásárlásokat nyilván, hogy Jeruzsálemben ejtették meg az emberek. Jeruzsálem és Jerikó között, tehát egy olyan sivár táj tűnik elénk, amely nagyon rideg, az útviszonyok rosszak, szinte kősivatag a környék. Ott nem volt egyetlen ház sem. Nem füstöltek ott a kémények, semmi nem volt, csak barlangok voltak, és oda bújtak be az emberek, és hegyek vannak azon a környéken. A barlangba bújtak be a rablók gyakran. Torzon-borz rablók voltak, nagy szakálluk volt, nemigen mosdottak, piszkosak voltak. Ugye, de mi szeretünk mosdani, szeretünk megfésülködni, mindent szeretünk, ugye? Nem úgy, mint ezek a rablók, akik ott a barlangban meghúzottak, és néha kiültek, és süttették a hasukat a napon. Arra még a madarak se jártak, emberek is nagyon-nagyon ritkán vetődtek arra. Az ember fütyörészve vitte a csomagjait, és a barlangból ezt meglátták a rablók, és lesték őt. Az egyik meg is szólalt, ezt mondta a másiknak, nézd csak! Micsoda csomagja van? Mondta reket hangon az egyik rabló. Micsoda csomagjuk van? A másik ugrásra készen állt a másik rabló, és azt mondta, enyém lesz a csomag. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy mi van benne. A másik pedig azt mondta, hogy én pedig kizsebelem. Ami pénz van nála, azt mind kiszedem a zsebéből, és utána elszaladunk, és veszünk rajta magunknak, amit akarunk. Hát már is ott termettek, az ember ballagott szép lassan, fáradtan, hosszú volt az út,
és odaléptek hozzá, és ezt mondták, na haver, adj csak ide azt a csomagot. A másik ellökte őt, és fenyegetőzött, és azt mondta neki, hogy na, ide a lóvét, azokat a dénárokat. Aztán rugdosni kezdték ezt az embert. Szegény ember végül ráesett a kőre, fájt neki, hogy bántják őt. De aztán addig kászálódott az apa, hogy végül is támaszkodott, a tenyerére támaszkodott, és felült, és felugrott, és próbálta megvédeni magát, adjátok vissza a csomagokat, adjátok ide a pénzemet. De hát utána oda mentek teljes erővel, és odalökték a sziklára, és megütött a fejét, a kezét, vérzett, patakokba csorgott a vér az arcán, szegény apának, és megverték őt, vérzett a keze is, nagyon odaütötte a kőbe. Szomorú pillanat volt ez. És a rablók eltűntek, és ott maradt egyedül. Ott volt egy bizonyos időig. Amikor magához tért, ez a szegény ember elkezdett nyöszörögni, jaj, de fáj, hol vagyok, mi van velem, mi történt, hol a csomagom, hol vannak a csokik, hol van a pénzem. Jaj, mennyire megütöttem magam, hogy fáj a fejem meg a kezem, nehezen tudok megmozdulni, jaj, nagyon-nagyon nagy baj van. Hát milyen gonoszok az emberek. Ellöktek, elvették a pénzemet és mindenemet. Örömet akartam szerezni a családomnak. De hát, hogy érek én haza? Hát ott nyöszörgött ez a szegény ember, lehajtotta a fejét a kőre, aztán határozott lépéseket hallott a fülével. Éppen arra járt egy pap, és nagy hangon imádkozott, nagy hangon imádkozott. Annyira el volt foglalva az imádságával, hogy nem hallotta meg ennek az embernek a sírását, nyöszörgését. Annyira el volt foglalva az imádságával, hogy nem vette észre, hogy egy bajban lévő mellett megy el. Az ember pedig többször kérte, hogy álljon meg, segítsen rajtam. De a pap nem a földön járt, valahogy olyan nagyon magasban, felhők fölött járt, és nem vett észre, ami itt a földön volt. A félholtra vert ember rosszul érezte magát nagyon a nagy hőségben. Kezdett kiszáradni, mert ott olyan nagy hőség van, hogy ha az ember egy órán belül nem iszik vizet, akkor rosszul lesz. Kezdett kiszáradni a nyelve is, a szája is, gyengült a hangja, csak suttogni tudott, hogy ó, segítsenek, segítsenek! És ahogy ott vergődött, újra lépéseket hallott. Remélte, hogy most, aki erre jön, segíteni fog rajta. Hát ekkor egy lévita jött. A léviták az áldozathoz készítették elő az áldozati állatokat, vízben megtisztították azt az áldozatot, amit feláldoztak Istennek, megtisztították, és mint ahogy a hentesek levágják az állatokat, úgy a
a léviták is levágták az áldozati állatokat, és aztán a pap kezébe adták, az oltárra tették, és a pap imát mondott. A lévita sóhajtozott. Ó, ma milyen sokat dolgoztam, 10 darab tehenet vágtam le. Minden erőm elfogyott, alig bírom a karomat, annyit csapkodtam, annyit dolgoztam. Vonszolom magam, alig bírok lépni, minden erőm elfogyott. Ha? Bólogatott, nézegetett. Ki fekszik itt? Ki fekszik itt? Biztosan részek, berúgott. Berúgott az ember, ilyenek az emberek, hogy részeg, hát, maradjon ott. És messze elkerülte. Milyen a mai világ, mondta a lévita. Berúgnak, és így viselkednek, hogy aztán az utcára kifekszenek. És ez a szegény ember továbbra is magára maradt, mert azt gondolták róla, hogy egy rossz ember, hogy egy kegyetlen ember, aki berúgott és nem törődik a családjával. Hát, telt múlt az idő, az ember ott feküdt kifosztva a kövön. Egyszer csak egy szamár lépéseit hallotta. Patája erősen kopogott. Kopogtak a patái. A szamár hátán ült valaki, egy samáriai ember. Nehéz kimondani ezt a szót. Samáriai ember. Egy samáriai ember ült a szamár hátán. A szamár patájával kopogott, és vitte a gazdáját. A félholtra vert ember úgy gondolta, hogy egy újabb ellenséggel van dolga, aki nem fog vele törődni, aki még ráhúz egyet a botjával, össze is húzta magát, hogy biztosan, hogy a következő ember gúnyosan fog rajta nevetni, hogy ő itt fekszik, azt hiszik, hogy részegen fekszik ott, és becsukott szemmel a félholtra vert ember becsukott szemmel elkészült a legrosszabbra, hogy az erre jövő ember most már bottal végig fog rajta verni, és hát valami idegen ember jön itt. És ez az idegen, ez a samáriai, nem csúfolódott, nem sírtegette a bajban lévőt, nem rúgott bele, nem nyújtotta ki a nyelvét, hanem a kezét nyújtotta. Nyújtom a kezemet, mert fel akarlak emelni. Fel tudsz állni? Fáj nagyon valamit? Kérdezte a samáriai ember. Megdöbbent ez az ember, akit így összevertek. Látta a samáriai, hogy ez egy szerencsétlenül jár ember, hogy vérzik a sebe, oda térdelt mellé, és kedves szavakkal szólt hozzá, megfogta a kezét, ahol véres volt, és lemosta a véres sebet, bekötözte. Aztán panaszkodott az ember, hogy jaj, nagyon fáj a fejem, megütöttem, nagyon-nagyon fáj a fejem. Ekkor a samáriai ember vizes ruhát tett az embernek a fejére, és oda kötötte, hogy valahogy enyhítsa a fájdalmait, vizes ruhával borogatta. Hát ilyen szívű ember volt ez a samáriai. Nem olyan volt, mint a pap, a lévita, hanem ő egészen más volt.
Majd aztán felültette a szamarára, ő pedig gyalog ment a szamár mellett. Haladtak lépésről lépésre előre, és egy vendégfogadó házra találtak. A karjába vette ezt a félholtra vert embert, és bevitte a vendégfogadóba, és mondta a hotel tulajdonosnak, hogy kifizetek mindent, de most én fogom ápolni őt, majd aztán itt hagyom. A szamáriai ember gondoskodott róla, végül teltek a napok, és neki tovább kellett utazni, és kérte a hotel tulajdonost, hogy gondoskodjon róla, és amikor visszajön, a költségeket ő kifizeti. A szamáriai ember cselekedete, szeretete erősen emlékeztet bennünket az Úr Jézus Krisztusra, az ő szeretetére, hogy ő is lehajolt hozzánk, és a Golgotai kereszten meghalt a bűneinkért. Ő nem vetett meg bennünket. És néhány mondatban végül, mi a tanulság ebből az igéből? Kérdéseim vannak. Válaszoljatok majd erre. Mi a véleményed a félholtra vert embertől? Te is tartózkodnál tőle? Vagy segítenél neki? Volt-e olyan eset, amikor bántott téged, és magadra maradtál, és féltél, hogy bántott téged valaki? Magadra maradtál, és féltél. Volt egy ilyen eset? Szoktál-e verekedni és csúfolódni? Milyen fiú és kislány vagy te? És te kire hasonlítasz? A papra? A lévitára? Vagy a szamáriai emberre? Vagy pedig a verekedős, lopós fiúkra és lányokra hasonlítasz? Ki cselekedett helyesen ebben a helyzetben? Hát ugye, ki kell mondani, hogy a szamaritánus. És ha te is szereted az embereket, és oda térdelsz hozzájuk, amikor bajba vannak, akkor te is helyesen cselekszel.